Okay, sir. Is there anything else? Go away! What is happening? Go away! Sir. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ebben a videóban 911-es, azaz rendőrségi bejelentéseket, betelefonálásokat fogunk megnézni. Ha már esetleg régebb óta követed a csatornát, akkor tudhatod, hogy nekem már voltak ilyen videóim, de hát sikeresen nem mentettem le azokat, és a többi videómmal azokat is letörölték. Na de most ismételten kedvem támadt egy kicsikét hátborzongani, szóval ilyen videókat fogunk hallgatni és nézni. Egyébként előre szólok, hogy ha nem bírod az ilyen megrázó, félelmetesebb dolgokat, akkor mindenféleképpen nyomd ki ezt a videót, ugyanis semmilyen felelősséget nem vállalok azért, hogyha te mondjuk véletlenül éjszaka nem fogsz pont ez a videó miatt aludni. Na de én nem tudom előre, hogy mennyire durvák lesznek, arra emlékszem, hogy régebben, amikor ilyen videóm volt, volt egy-két durva benne, szóval majd most úgyis ki fog derülni. Ne! Találtam egy reakció videót az én régi videómra, ami már nekem nincsen meg. Szóval most ez egy reakció videó lesz a srác reakció videójára, amiben reagál az én reakció videómra, amiben reagálok a 911-es hívásra. Szerintem se nézzük ezt meg, mert túl sok facecam lesz egy helyen, és nem fogja bírni feldolgozni az agyad, és itt szétrobban. Igen, szóval egy kocsiból telefonál az úriember. Micsoda? Beragadt a gázpedál, és egy kocsiba ülnek. Az nem lett kellemes. Szóval 120-szal mennek és nem tudnak fékezni. Most elkezdtem azon gondolkozni, mégis mi a fenét lehetne akkor csinálni. Szóval, ha mondjuk szépen lekapcsolod a motort, és így fokozatosan megpróbál behúzni a kézi féket, akkor nem állsz meg? Nem tudom, ez lehet, hogy ez egy hülye felvetés. Jöhet a kommentbe amúgy, hogyha ilyen helyzetbe kerülnétek, akkor mégis mi a fenét csinálnátok? Mert nekem eddig ez tűnt a legnormálisabb ötletnek, aztán lehet, hogyha nem tudod úgy fokozatosan behúzni a kéziféket, és akkor meg instant meghalsz, nem tudom. Na de nézzük meg, hogy mi történt velük. És akkor halljátok, hogy többen vannak a kocsiban, és már ott imádkoznak. És akkor ennyi volt az első telefonhívás, bekövetkezett a baleset. 120-szal mentek, szóval nem hiszem, hogy túlélte valaki, de gondoljatok bele, hogy az ilyen operátoroknak, vagy akik így folyamatosan felveszik a telefont azoknak, az ügyfélszolgálatosoknak is, milyen megterhelő lehet az egész lelkileg, hogy naponta ilyenekkel szembesülnek. I'm at Smurfit Stone, Orlando, which is on 7th Avenue. I just had my leg amputated by a baler. I need a 911 assistance immediately, please. You just had your leg amputated by a baler? Yes, ma'am. It is not a joke. I'm gonna die. I'm gonna bleed to death. I'm afraid. És így hallod a hangján, hogy egyre nehezebben bír beszélni, de így telibe levágod a lábadat, akkor pár perc alatt elvérzel, nem? Biztos, hogy elvérzel. Smurfit Stone? Yes, ma'am. It's a recycling place on 7th Avenue. 7th Avenue? It's in OBC. 7th Avenue. Spell that company again. My leg? Are you in the amputated by a baler. I'm sorry, sir. I didn't hear you. What was it? De várjál most, akkor a tűzoltóságnak átkapcsolták, ahelyett, hogy instant kiküldtek volna oda valakit? Ezt jól értelmezem? És megkérdezik tőle megint, hogy hol van. Amikor már egyszer elmondta is... Ah. Yes, sir. Okay. In 7th Avenue. És akkor átkapcsolják máshova a palit, majd ott is megadja a címét, amikor ott szenved szerencsétlen és levágta a lábát és mindjárt elvérzik, ahelyett, hogy instant kiküldtek volna valakit a helyszínre, hogy egy mentő ellássa a sebeit, vagy lekötözze legalább. Na, szóval ez egy betörés lesz, és meg a pali suttog is. Na, itt instant kiküldik a rendőröket. Azt látta, hogy nincs fej teteje, le van skalpolva. Mi történik? Mi van? Mi ez? Betört az ablakot és így a szél? Minden elkezdett remegni. Anything you can use to protect
There are some coat hangers. Okay, take one of the hangers and straighten it out. They're all plastic. Okay, sir. Is there anything else? Go away! What is happening? Go away! Sir? All right, I shut the door. I am too damn much fierce. Oh my God! Mi van? Szia, Kasper vagyok, és mi volt ez a hang? Na most rendes libabőrös vagyok. És így hallod, ahogy valami üvegszilánkokon vagy mín, végig húzolja a palit. És így egyre távolabbról hallod, hogy a pali kiabál. És ennyi volt ez a hívás. Nem tudom, ez nem lehet, hogy csak egy prank. Bár olyan valóságosnak tűn, mert nem hiszem, hogy ilyenekkel megprankelne bárki bárkit is. Nyugodtan írjátok le ti a véleményeiteket lentre a komment szekcióban, hogy szerintetek ez igazi-e, vagy esetleg nem. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor ezt mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi voltam, majd találkozunk egy következő videóban, addig is szevasztok!